Ez a Pannon Televízió 17:30-os híradója, köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Január 2-a van Ábel névnapja. 181 éve megjelent a Kossuth Lajos szerkesztette Pesti Hírlap első száma. Thomas Edison pedig 143 éve megépítette első áramfejlesztőjét. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Növekszik 2022-ben a minimálbér, de több pénz jut családtámogatásra is Szerbiában. Újra megváltoztak a nyugdíjba vonulás feltételei Szerbiában. Megnövekedett a várakozási idő a szerb-magyar határszakaszon. Ismét 2000-hez közelít az egy nap alatt nyilvántartásba vett koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. Jó és kevésbé jó híreket is kaptak a szerbiai polgárok 2022 beköszöntével. Ezek az újdonságok főként a pénztárca vastagságára vannak kihatással. Növekszik például a minimálbér, de több pénz jut családtámogatásra is. A kiadásokat illetően pedig a dohányzóknak kell ismét mélyebben a zsebükbe nyúlniuk, de a szakértők szerint az ingatlanpiacon is a drágulás lesz a jellemző, ami automatikusan emeli majd a vele járó adók összegét is. Hivatalos adatok szerint Szerbiában több mint 300 ezeren dolgoznak minimálbérért. Ők a januári munkájukért már több pénzt fognak kapni. A 9,4%-os emelésnek köszönhetően az eddigi mintegy 32 ezer dinár helyett 35 ezret vihetnek majd haza. A családalapítást tervező fiatalok is örülhetnek, hiszen az elsőszülött gyermek után 300 ezer dináros állami támogatást kapnak majd, míg a második és harmadik baba után is további 100 ezer dináros egyszeri támogatás jár a korábbi támogatások mellé, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb államfő. Da ćemo imati jednokratno davanje i za drugo i za treće dete po 100.000 dinara plus postojećih za drugo dete dve godine puta 10.000 dinara mesečno, dakle to nisu beznačajna primanja kada izračunate sve. Za treće dete dakle ide po prvi put ide jednokratno 100.000 dinara plus postojećih 10 godina puta 100 evra mesečno. Dakle, za četvrto dete ide 10 godina i 150 evra mesečno. A közszférában is 7-8%-os béremelés lépett érvénybe, így több pénzt kapnak a szociális ágazatban, a katonaságban, az oktatásban és az egészségügyben dolgozók is. Sőt, az utóbbi szféra dolgozói további 10 ezer dináros egyszeri támogatást kapnak januárban, a nyugdíjasok pedig ennek a dupláját februárban. De örülhetnek a 16 és 29 év közötti fiatalok is, hiszen amennyiben januárban igénylik, akkor február 1-én 100 euró értékű összeg érkezik a folyószámlájukra. Sinisa Mali pénzügyminiszter szerint mindezen támogatások annak köszönhetőek, hogy a szerb gazdaság a koronavírus járvány okozta kihívások ellenére is jól teljesített. A megnövekedett állami kiadások ellenére pedig a pénzügyi helyzet stabil maradt. Pokazali smo koliko smo se promenjali, pokazali smo koliko nam je odgovorna ekonomska politika upravo doprinela višim stopama rasta. Naravno, za građane Srbije veća stopa rasta znači veće plate, veće penzije i veće minimalne zarade i više novca u budžetu za kapitalne investicije, dakle autoputeve, škole, bolnice i tako dalje. Január 1-től igényelhetők az 5000 dinár értékű belföldi üdülési utalványok is Szerbiában. Az újabb akció január 1-től egészen október 15-éig tart. További jó hír, hogy a gépkocsikat ezentúl nem a hengerűrtartalom mérete, hanem a gyártási évük alapján osztályozzák a regisztráció során. Így az idősebb, de erősebb motorral rendelkező autók tulajdonosai kisebb összeget fizetnek majd a kocsik műszaki bejegyzésekor. Nagyobb adóval számolhatnak viszont azok, akik lakást vagy házat vennének. Ez pedig nem az adóemelésnek, hanem az ingatlanpiacon tapasztalható drágulásnak köszönhető. A drágább épületek ugyanis arányosan növelik az utánuk fizetendő járulékok összegét is. Emellett a dohánytermékek is drágulnak, átlagosan 10 dinárral, de a bankok többsége is emeli a különféle szolgáltatások díjait, mint amilyenek a számlakezelés, az automaták használata vagy az egyenleg lekérdezése. Ahogy az elmúlt években, idén január 1-től is megváltoztak a nyugdíjba vonulás feltételei Szerbiában. A pénzügyminisztérium jelentése szerint az ország GDP-jének nyugdíjakra szánt forrásai már 2021-ben 10% alá csökkentek. Az illetékesek azt mondják, éppen ez volt a nyugdíjreform célja. A változás a nőkre és a férfiakra egyaránt vonatkozik.
A nőknél az időskori nyugdíjkorhatár 63 év 4 hónap lett. Ez azt jelenti, hogy 2022-től 2 hónappal tovább kell dolgozniuk a nőknek, ha nyugdíjba vonulnak. A ledolgozott munkaévek száma náluk nem változott, továbbra is minimum 15 év. A nőknek így is ez már elég sok volt, és én tudom, én 35 éves munkaével mentem nyugdíjba, és éppen már az elkelt akkor. Meg volt ugye az életkorom, meg a munka éveim, és az elég is volt. És a fiataloknak kellene, hogy elhelyezkedjenek, sok fiatal munkanélkül van, és ezzel csak azt csökkentik, hogy azok elhelyezkednek. A férfiak esetében a nyugdíjkorhatár marad 65 év, és a ledolgozott munkaévek száma szintén minimum 15 év. A korai nyugdíjaztatás feltétele változott a férfiak és a nők esetében is. A férfiaknak 40 munkaév kell továbbra is, de be kell tölteniük az 59 év 6 hónapot. A nőknél legalább 39 év 8 hónap bejelentett munkaév kell, és be kell tölteniük az 59 évet. Sajnos az idősek nehéz helyzetben vannak, az árak mennek fölfelé, sajnos a nyugdíjak meg nem nagyon követik az árakat. Sajnos szomorú a helyzet. Ami sem a nőknél, sem pedig a férfiaknál nem változott, az az, hogyha valaki 45 ledolgozott munkaévvel rendelkezik, akkor kortól függetlenül nyugdíjba vonulhat. De lássuk, mi a helyzet a nyugdíjak összegével. A nyugdíjasok járandósága 5,9%-kal emelkedik lineárisan. Imamo stalni trend povećanja izvornih prihoda fonda, doprinosa fonda, a samim tim smanjenje sredstava dotacije, odnosno sredstava iz budžeta Republike Srbije. U 2022. godini planirana sredstva budžeta za fond su 790 milijardi dinara, a sredstva dotacije su samo 15,8%. A pénzügyminisztérium becslései szerint mindezt a gazdasági növekedés tette lehetővé Szerbiában. A januári emelésre és a nyugdíjasoknak szánt egyszeri segélyre 68 milliárd dinárt biztosítottak. Od toga se 5,5% odnosi na isplate povećanje penzija po švajcarskoj formuli, dok se drugi deo od 33,4 milijarde dinara odnosi na davanja penzionerima od 20.000 dinara koje će biti isplaćeno u februaru. Erre az összegre a több mint 1 millió 600 000 nyugdíjas mindegyike jogosult. A januári emeléssel együtt az átlag nyugdíj összege 31 000 dinár lesz. Megnövekedett a várakozási idő a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhely Szerbiából kilépő oldalán, továbbá a Királyhalmi és a Kelebiai átkelőkön is Szerbiából Magyarország felé a személyforgalomban. A Királyhalmi határátkelőnén a falu végén van a sor. Erre nem érdemes indulni az utazóknak. A gyorsabb határátlépés érdekében az illetékesek a Bérek Herceg Szántó átkelőt javasolják, ahol nem kell várakozási idővel számolni, és 24 órás nyitvatartással működik. Emellett a kevésbé forgalmas kisebb közúti határátkelő helyeket ajánlják. A helyzet percről percre változik. Indulás előtt érdemes tájékozódni. A vasárnap délelőtti órákban folyamatosan érkeztek a személygépkocsik a Kelebia Tompa átkelő Szerbiából kilépő oldalára. Magyarország felé a belépésre nagyjából 2 órát kellett várni. Mikica Stefanovic Belgrádból utazott vissza Németországba, ahol vendégmunkásként dolgozik. Azt mondta, neki megéri letérni az autópályáról és Kelebia felé kerülni. Zato što sam nadrljao na Horgoš 4 puta i rekao sam da više tamo ne idem nikad. Ovde na Kelebi izgleda da i ovde sve češće i češće gužva. Hozzátette, követi a közösségi oldalak határfigyelő csoportjait, melyek szerint most a kisebb átkelőkön is hosszabb a várakozási idő. Kelebia és Tompa között a nap folyamán összeért a két határ, ellenkező irányban Szerbiába belépésre alig jött jármű. Magyarországon véget ért a téli iskolai szünet, hétfőtől tanítás van. Sok vajdasági magyar diák az anyaországba tért vissza, hogy tanulmányait folytassa, köztük Lévai Balázs Palicsról Szombathelyre. Hogy csulizok? Hát nem tudom, hogy mi lesz a határra, szerintem egy 3 óra biztos, hogy lesz.
A Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen a Szerbiából kilépő oldalon Magyarország irányába szombatról vasárnapra virradó éjszaka, illetve vasárnap a reggeli órákban a közösségi oldalak határfigyelő csoportjainak bejegyzései alapján, illetve az autósok elmondása szerint voltak, akik 8 óra hosszat is vesztegeltek. Vasárnap a déli kora délutáni órákra némileg csökkent a várakozás idő, ugyanis a magyar és a szerb határszervek összehangolták a munkát, és gyorsabb lett a Magyarországra beléptetés, így nagyjából 4 órát kellett vesztegelni Magyarország irányába. A szerb és a magyar határ közötti rész teljesen megtelt. A Magyarországra való belépésre nem csak Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások, hanem az ortodox karácsonyi ünnepekre Budapestre utazó szerbiai fiatalok is voltak. Anastasia Nikolic barátnőjével indult útnak a magyar fővárosba. Iskreno nismo, nismo uopšte očekivali ovakvu gužvu. Niste se informisali? Nismo se informisali, nažalost. Mislili smo da ćemo čekati do 2 sata. Ali to će se odužiti. Pa biće ovo nekih 4? Biće 4, sigurno. I šta ćete raditi u Budimpešti? Pa mislili smo malo da se provedemo i izađemo. Dosadio nam je iskreno Novi Sad, tako da eto. I kad se vraćate? Pa za par dana. A szintén újvidéki Zselko Kukilo Münchenben dolgozik. Vasárnap reggel 7-kor állt sorba, 11 óra után még mindig a két határ között várakozott Magyarország felé. Nervóza. Ali guramo, eto, čekamo, moramo čekati, šta ćemo. Nazda se ne možemo vratiti, se nigde okrenuti. Vidim da su se neki jutro stavno vratili, vratno na Kelebiju su otišli, sad sam gledao uživo Kelebiju da isto gužva. A szerbiai határrendőrség illetékesei szerint a Szerbiából kilépő oldalon Magyarország felé az ortodox karácsony elmúltával még nagyobb torlódásra lehet számítani egészen január közepéig. Elkészítették az útlevelek ranglistáját, a Henley & Partners 2006 óta rangsorolja az országokat útlevelük szerint. Japán az első, a japán útlevéllel ugyanis 193 országba utazhatnak vízum nélkül vagy vízummal, amelyet automatikusan megkapnak a japán állampolgárok. Szingapúr a második, az ő útlevelükkel 192 országba juthatnak be. 191 országgal harmadik Dél-Korea és Németország. Régiónkból Szlovéniának van a legjobb útlevele, ezzel a 11. helyen szerepel. Horvátország a 18., Szerbia a 39., nála csak 3 nyugat-balkáni ország került lejjebb, Észak-Macedónia, Montenegro és Bosznia-Hercegovina. Egyformán fontosak az előttünk álló választások, csak akkor lehetünk elégedettek, ha mindegyik eredménye jó lesz. Ezt mondta a Pinknek adott interjújában Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke felsorolta, a szerbiai választások mellett magyarországi országgyűlési választások és szerbiai nemzeti tanácsi voksolás is lesz. Pásztor elmondta, a szerbiai köztársasági elnök választáson, amennyiben indul, ismét támogatnák Alekszandar Vučićot, hogy a jelenlegi államfő már az első fordulóban győzedelmeskedjen. A parlamenti választásokkal kapcsolatban Pásztor azt szeretné, ha a jelenlegi hatalmi koalíció folytathatná az ország vezetését. A VMS látható, felismerhető és tiszteletreméltó politikai erő kell, hogy legyen, amely a parlamenti többség és a kormány részét kell képezze, húzta alá az interjúban a Vajdasági Magyar politikus. Nézzük a híradó további témáit. Heteken belül megjelennek a tartományi mezőgazdasági titkárság új pályázatai. Gyalogtúrával kezdte az új évet a Magyar Kanizsai Természetjáró Egyesület. Ismét a 2000-hez közelít az egy nap alatt nyilvántartásba vett koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. Csaknem 11 ezer tesztet végeztek el a szakemberek, ebből lett 1907 pozitív. Elhunyt 21 beteg, ezzel 12.760-ra emelkedett a halottak száma az országban. Kórházban 2.133 személyt kezelnek, közülük 89-en vannak lélegeztetőgépen.
Arra kell számítani, hogy az ünnepek után drasztikusan megnő az új koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában, nyilatkozta Milan Kossák-Lár. A virológus és mikrobiológus szerint nálunk inkább a delta variáns, és nem az omikron terjedésétől kell tartani. A delta vírus mutáció pedig sokkal veszélyesebb és súlyosabb betegséggel jár. Az omikron még nem szaporodott el Szerbiában, de ha ez bekövetkezik, sok lesz a fertőzött, de nem lesz annyi kórházban kezelt súlyos állapotban lévő páciens, mint a delta esetében. Bár az egészségügyi rendszer így is túlterhelté válhat, magyarázta félelmeit Sekler. Heteken belül megjelennek a tartományi mezőgazdasági titkárság új pályázatai. A gazdáknak érdemes erre már most odafigyelni, követni a híreket. A titkárság 2021-es költségvetése 6,8 milliárd dinár volt, ebből a gazdák kezébe 1,1 milliárd dinár vissza nem térítendő közvetlen támogatás került. 2022-ben ez a költségvetés 8,3 milliárd lesz. A tartományi mezőgazdasági fejlesztési alapnál tavaly többen igényeltek kölcsönt, mint az előző évben. A tartományi mezőgazdasági titkárság több mint 1600 támogatási szerződést írt alá 2021-ben öntözésre, farmi felszerelésre, méhészetre, startup támogatásokra, valamint sokan pályáztak kapcsolható eszközökre. A gazdák mindenféleképpen azt arra számíthatnak, hogy január második felében, február elején már meg fogjuk ejteni az első kiírásainkat, úgyhogy mindenféleképpen arra szeretném ők a figyelmüket fölhívni, hogy majd kövessék a híreket és a titkárság honlapját. Az intézkedések vonatkozásában pedig azt lehet elmondani, hogy a tervezet szerint 8,3 milliárdos költségvetéssel fogunk a 2022-es évben gazdálkodni. A tartományi mezőgazdaság fejlesztési alap a 2021-es évben mintegy 430 millió dinár összegű kölcsönt hagyott jóvá. Az alapnál 10 féle kölcsönt lehetett igényelni. Én hiszem azt, hogy a kölcsönvonalak többsége vagy teljes egésze meg fog maradni. Az idejében 1%-os kamatlábbal kaphattak kölcsönt azok a termelők, akik jelentkeztek, pályáztak. Én gondolom, hogy ez a kedvezményes feltétel a 2022-es évben is megmarad. Mint az igazgató helyettes fogalmazott, valószínűleg január folyamán, január végén fogja az alap igazgatóbizottsága elfogadni, pontosítani a 2022-es tervet. Elkezdődött a Belgrád és Újvidék közötti vasúti szakasz tesztelése, a személyi forgalom márciusban indulhat, jelentette be a szerb közlekedési miniszter. Tomislav Momirović hozzátette, a legmodernebb szerelvényeket is megvásárolták. A svájci gyártmányú vonatok leszállítására a következő hetekben kerül sor. A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút további részeit is építik. A tárcavezető ígéretet tett, hogy 3 éven belül a szerb oldalon biztosan elkészül a beruházás. Da li ne samo Beograd, nego i Novi Sad, Subotica i mnogi manji gradovi će biti povezani sa Budimpeštom, jednim od najlepših gradova Europske unije i ljudi iz Beograda i Novog Sada će moći za sat, dva ili dva i po sata da budu u centru Budimpešta. To je neverovatna prilika za naš turistički sektor, za naš industrijski sektor, za razvoj ekonomije na trasi koridora 10, železničkog koridora. Ja mislim da je to sjajna stvar. Mi očekujemo da 2025. godine pustimo brzu prugu Beograd-Budimpešta. Naravno, to ne zavisi samo od nas. Ali mi ćemo ono što je do nas, od Beograda do Subotice, završiti do kraja 2024. Ajde kažem početak 2025. godine. És most az időjárásról. Felhős, enyhén napos időnk lesz az előttünk álló napokban Vajdaságban. Az előrejelzések szerint a csúcshőmérséklet a 12 fokot is elérheti. Még este 5 fokra hűlhet a levegő a hét első napjaiban. Szerdán viszont megvastagodik a felhőzet, és csapadékra is számíthatunk. Igazi kiránduló idő volt január 2-án Palicson. A hőmérő higanyszála elérte a 12 fokot is. Ennek köszönhetően fiatalok és idősebbek is kimozdultak a tópartjára sétálni, felfrissülni.
Mi nagyon örülünk ennek a szép időnek valójában, de éppen nem itt az ideje most ennek. Inkább lenne jeges a tó, lehetne csúszkálni, lehet szánkózni. A gyerekek jobban örülnének annak, mint ennek a gyönyörű időnek. De valójában nagyon szép. Egy kicsit kívántunk ki a levegőre, kicsit sétálni, és talán nagyon gyönyörű a Palics. Szokatlanul meleg van. Tehát most ahhoz képest, hogy még a december utolsó napjaiban működtek a sípályák is nálunk, gondolom itt is, ahhoz képest most hihetetlen, hogy tavaszi ruhában vagyok gyakorlatilag. Egyesek szerint ez az időjárás a szervezetre is rossz hatással van. Az ilyen hőmérsékletben a baktériumok sem fagynak meg. Ez nem jó. Ehhez nem szoktunk hozzá, és hiányzik a hideg, a mínusz 10-15 fok. Erre viszont még várnunk kell. Az előrejelzések szerint a hét közepéig napos és felhős időjárásunk lesz. Hétfőn és kedden 10 fok feletti hőmérsékletek várhatók. Szerdán azonban borús, felhős lesz az ég Vajdaságban, a nap második felében akár eshet is az eső, komolyabb lehűlés nem várható. Nem csak térségünkben élőkkel űz tréfát az időjárás, az egyiptomi üdülőváros Hurgad a lakosságát is váratlanul érte a hó és jég. A népszerű üdülővárosba szokatlan időjárással érkezett meg a 2022-es év. A közösségi oldalakon több olyan felvétel is látható, ahol turisták próbálnak menedéket keresni a váratlanul jött jég és a havazás elől. Gyalogtúrával kezdte az új évet a Magyar Kanizsai Természetjáró Egyesület. Közel 60-an döntöttek úgy a reggeli órákban, hogy Magyar Kanizsa Martonos Magyar Kanizsa útvonalat sétálva teszik meg. Szép napos és nem túl hideg időben került megszervezésre a már hagyományosnak számító gyalogtúra. A sétálni vágyók közül a helyiek mellett más településekről is érkeztek. Az Orom-hegyesi Vörös Tamás kerékpárral közlekedik. Elmondása szerint számára ez a séta egy pihenés. Mióta én úgymond biciklivel is kicsit magasabb szinten sportolok, de futni, gyalogtúrázni is szoktam. Én azt látom az utóbbi években, hogy egyre jobban, egyre fölkapottabb, egyre többet kint akarnak lenni az emberek, egyre többet mozogni akarnak, egyre többet a természetben lenni. A téli túrázók hagyományosan a cserépgyár mellett gyülekeztek. A több mint 12 kilométeres távot közel 60-an tették meg, a Tészavirág sétaösvényen és a töltésen haladva. A túrázók a jó meleg tea és a forralt bor elfogyasztása után visszaindultak Magyar Kanizsára. Az esemény célja minden évben a tartalmas és a közös időtöltés, a barátkozás és beszélgetés, mindez séta közben a természetben. 11 évvel ezelőtt indultunk, 4-en, és a kutyám, ugyanis a bátyám azt mondta, hogy főz paprikást, de csak annak, aki gyalog megy át Martonosra. És átmentünk 4-en, tehát azóta ez tradíció, azzal, hogy na igen, elég változó a létszámunk, tehát voltunk már 40-en is, így annyian nem fértünk el a bátyámnál, és végül a horgászoknál, a Martonosi Horgászok klub helyiségében kötöttünk ki. A Természetjáró Egyesület az idejében is meg szeretné szervezni a nagy kerékpártúrát, valamint különféle kerékpár és gyalogtúrákat szeretnének megtartani a Tisza környékén és a község területén. Sikeresen teljesítette a Dakar vasárnapi szakaszát is Szagmeister Gábor. A szabadkai motoros sokat javított szombati 139. idejéhez képest, és ezúttal a 111. helyen ért célba. Gyenes Emmanuel is sikeresen zárta a napot, a szerelők nélküli mezőnyben a 16. helyen áll, míg Szagmeister ugyanebben a kategóriában a 26. pozíciót foglalja el. A motorosoknál egyébként összetettben az ausztrál Daniel Sanders, míg az autósoknál a Katari Nasser Al-Attiyah vezet. A Dakar hétfőn is folytatódik, a versenyzők Hailból Al-Artawiya felé veszik az irányt. Koronavírusos Lionel Messi a francia Paris Saint-Germain futballcsapatának sztárja. A hírről a párizsi klub hivatalos oldala tájékoztatott. A hétszeres aranylabdás argentin mellett további három futballista, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitum, azzal a koronavírus
tesztje is pozitív lett. Ahogy a klub közleményében írják, az érintett játékosok karanténban tartózkodnak. Ez azt jelenti, hogy biztosan kihagyják a január 9-i Lyon elleni mérkőzést. Kitérnek a klub brazil sztárjára, Neymarra is. Ő továbbra is sérüléséből lábadozik, 3 hét múlva azonban megkezdheti az edzéseket. És ezzel a híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Növekszik 2022-ben a minimálbér, de több pénz jut családtámogatásra is Szerbiában. Újra megváltoztak a nyugdíjba vonulás feltételei Szerbiában. Megnövekedett a várakozási idő a szerb-magyar határszakaszon. Ismét 2000-hez közelít az egy nap alatt nyilvántartásba vett koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!